Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Jókai Mór születésnapján idén először köszöntöttük a Magyar Szép Róza napját. Nézzünk meg egy összefoglalót a székesfehérvári eseményekről. Folytatódott a Királykúti Esték portrébeszélgetés és könyvbemutató sorozat. Bakony István vendége Bauer Barbara egyeki írónő volt, akinek új regényét a Porlik, mint a szikla címmel ajánlották a nagy közönség figyelmébe. Ennek a műnek az adja az érdekességét, hogy egy egyeken élő, kiváló írónő írta meg, akinek ugyancsak vannak természetesen szálai a erdélyi magyarsághoz, székeséghez, de ízivérig mai történet, és beleágyazódik egy elbeszélés sorozat a múltról, a történelmi múltról, a Mamuska néven szereplő nagymama alakját illetően, és ez indítja el a mű főhősét, Amandát ahhoz, hogy a gyökereit, a származásának a helyszínét felkutass, és egy nagyon szép erdélyi utazás is benne foglaltatok ebben a történelben. Egy regény, ami fáj, ami örömre késztet, ami hitet csöpögtet, és ami olyan útra vezet, amelyen járni nehéz, de érdemes. Ez mind igaz Bauer Barbara munkájára, az áthallás pedig nem véletlen a székely himnuszra. Úgy indultam el ezen az úton, ahogy a főhősöm, és egy nagyon érdekes és számomra is tanulságos utat jártam be. Ugyanis pont ezt a távolságot szerettem volna megszüntetni és közelebb hozni a saját múltamat is, illetve részint a magyarság múltját is, azzal, hogy elindítottam a főhősömet, és ahogy közben az ő története alakult, ahogy a kutató munkáimat is folytattam, és ahogy egyre jobban beleástam magam, úgy lelkileg, mint a történelem vonalán a székely múltba, úgy kerültem én is egyre közelebb a saját valóságunkhoz. Meg annyi kérdés. Mi történt 1916-ban? Hány tragédiát őriz vagy temet maga alá az élet és az életben lévők? Képes-e híd támadni generációk között? A jelenben és a jelennek élő Amanda megérti-e nagymamája történeteit? Megérinti-e Kárpátok havasa és a múlt? És ha igen, mit kezd majd vele? A Porlik, mint a szikla, választ ad valamennyi kérdésre. Első ízben rendezik meg hazánkban a Magyar Szép Róza napját. Jókai Mór születésnapjára emlékezve az Öreghegyi Közösségi Házba invitálta az irodalomkedvelőket Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke, és Bakonyi István, a Közép-Dunántúli Írószövetség elnöke. A kötetbemutatón Nérer György 38 pillanat című novellás kötetét mutatták be az olvasóknak. Ebben a sorban ez kiválóan illeszkedik a Nérer Györgynek a könyve. Nekünk fehérváriaknak, akik megéltük azt az időszakot, amiről ő ír, és találkozhattunk azokkal az emberekkel, ismerhetjük azokat az eseményeket, ez egy különlegesen szép élmény, felidéződnek bennünk a különböző események, életünk ilyen-olyan pillanatai. Bakony István József Attila díjas irodalomtörténész gondolatsorainak fókuszában Nérer György alkotói szándékának elismerése volt, amelynek mentén minden cizellált nagyotmondás helyett az egyszerűséget, a tisztaság mélységeit választotta. 38 olyan pillanatot ragadott ki a múltból, a régmúlt és a közelmúltból, illetve a jelenből Nérer György, amelyek mindegyike valamilyen módon Fehérvár életéhez kötődik. Azt is tudnélik Nérer Győrről, hogy ő igazából az irodalmon kívüli területekről érkezett az irodalom világába, de rengeteg olyan élménnyel, gyerekkori kamaszkor élménnyel találkozunk ebben a könyvben, meg a jelen visszásságaival és szépségeivel, amelyek én azt hiszem, hogy a Fehérvár irodalmi krónika szerves részei lehetnek. Nérer György a Hazádnak rendületlenül kötetben is megmutatta érzékenységét. A 38 pillanat azonban még inkább látókörünkbe hozta a valaha voltat. Ez már az én életemnek a folytatás, és ugye az 50-es évektől kezdődően a napjainkig 10 éves időszakokra bontva, hát most elkészült ez a kis könyv, nem olyan, most egy 220 oldalnyi apró kis karcolatok, nem nevezném novellának, inkább karcolatoknak, mert vagy ilyen egyperceseknek, mert ezek ilyen maximum, hát a hosszabbak is 4 oldalnál nem többek. A tartalmas estén megismerhettünk egy remek szép prózai művet, a közönség pedig immár végérvényesen megtanult Nérer Györgyül. Fényben született kis sirály, napfényen simogat az élet. Anyád fehérje hív, vigyázz rá, kavak ki.
ékje befogad téged. A Magyar Szép Próza napi programsorozat keretében az Öreghegyi Közösségi Házban is bemutatták a Vörös Marti Társaság két kiváló tagjának közös irodalmi estjét. Egymásra hangolódva címmel Péma Klári Éva és Babori Zoltán szerzőtársuk prózai műveiből nyújtott válogatást. A gondolat még az elmúlt évben jött, hogy próbáljuk meg Egymásra hangolódva címmel egymásnak a novelláit vagy a verseit felolvasni. És ez bevált, mert már többször előadtuk, és sikeres volt, örömmel mondhatom. Itt most elsősorban a Magyar Szép Próza napjának alkalmából inkább a prózára koncentrálunk, mint a versekre. És azt vettem észre, hogy ebben a kötetben, amiből felolvasok majd a Zoli novelláiból, mindig van valami személyes dolog, valami igaz alapja van ezeknek a novelláknak, és tele vannak humorral, bűbájos történetek, kis dolgokról, egy asztalkáról, egy kis malacról, egy kutyusról, amelyik hozzánőtt a családnak a szívéhez, és ezt olyan szeretettel és bensőségesen ábrázolja, hogy ezeket a kis rövid prózai írásokat öröm lesz felolvasni, és remélem, hogy a közönség is szeretettel fogadja őket. A férfi váratlanul beszélni kezdett hozzá, de semmit sem értett abból, amit mondott. Szerette volna megfogni Ilonka kezét, szerette volna átölelni, és most bevallani mindent, hiszen a testével hozzásimuló lány megtette ezt. Bobori Zoltán számára kiemelten fontos, hogy elkalózolja az irodalomkedvelőket Péma Klári Éva különleges gondolatvilágában. A Vörös Marti Társaság tagjai egymásra hangolódva éljék azt a nagyszerű életet, amit a Vörös Marti Társaságban megélhetünk, most már hosszú esztendeje. Ne egymás ellen és egymás hangja ellen, hanem egymásra hangolódva, egymásra figyelve tegyük, amit kell tennünk, ami a kötelességünk és amit lehet tenni. És tulajdonképpen a Magyar Szép Próza napját is arra használnám fel, vagy arra használnánk fel, hogy ezt hangsúlyozzuk itt az Öreghegyi Nyugdíjas Klubban is, hogy egymásra hangolódva alkossunk mi egy közösséget, egy társaságot. A Szép Próza napi könyvemutatók sorában Petőc András regény trilógiája következik a Vörös Marti teremben, a regény harmadik részét ismerhetik meg az olvasók Bakonyi István közreműködésével. Folytatódott a Magyar Szép Próza napi programsorozat Székesfehérváron. A Vörös Marti Társaság Kossuth utcai dísztermében Heiter Tamás a kiváló kortárs költő készülő regényét vették górcső alá a szerző és Bakonyi István irodalomtörténész. Ez egy nagyon sajátos kötetbemutató, mert a kötet még nem kész, most készül. Heiter Tamás most írja ezt a várhatóan nagyon figyelemre méltó regényt. Az ő prózáról persze van az embernek képe, hiszen például a néhány évvel ezelőtt megjelent 63 című antológiában a Fejedelem Majma című írására emlékszünk, ott versei és prózai írása is megjelentek, és hát ez azt hiszem egyértelműen azt arra ad reményt, hogy egy nagyszerű könyv előtt állunk, annál is inkább, mert azért bizonyos kis prózákat már itt-ott lehet tőle olvasni. Azért sajátos az egész, mert én sem ismerem a művet, tehát nem fogjuk ezt most itt bemutatni, hanem majd részleteket olvas föl Tamás a készülő művéből, de hát azt sejthetjük, ami el is hangzott, hogy az a sajátos élethelyzet, ami az ő hétköznapi munkájával, a kenyérkereső foglalkozással összefüggött az elmúlt években, ez bizonyára nyersanyagként ott van a műben, holott az is igaz persze, hogy a szép írók a valóságot és a fikciót szokták keverni. Heiter Tamás verseiben megszokhattuk, hogy egyeni gondolatfűzérei, az általa láttatott történések az azonnali megismerésre sarkalják az olvasót. A Kelletlenek című regényében is kíméletlen realitásokat fogalmaz meg a nevelő otthonokban felnőtt állami gondozott fiatalok földi útjáról. Egy novellával indult ez az egész. A Vörös Marti Társaságnak a szokásos borivárbeli bemutatkozása volt. Ott tartottunk egy felolvasást, én erre az alkalomra készültem egy ebbe a témába vágó kis elbeszéléssel, és akkor ott többen a felolvasás után elkezdtek engem arra unszolni, hogy írjak én még ilyet. És akkor úgy végfutott rajtam, hogy de hiszen ebben rengeteg muníció van, és tulajdonképpen nem nagyon olvastunk hasonló jellegű prózát. Kerüli ezt egyébként a magyar szépirodalom,
hogy állami gondozott gyerekek sorsával, az állami gondozott rendszer szereplőivel foglalkozzon. Én elkezdtem ezzel a dologgal mélyrehatóan foglalkozni, és egy regény alakul ebből. Érdeklődéssel várhatják az irodalom kedvelők ezt a regényt, hiszen olyan égető társadalmi problémát feszeget a szerző, amelyből megérthetjük a próza atya, Jókai Mór gondolatát is. Az ég nem a csillagoknál kezdődik, hanem a fűszálak hegyénél. Jókai Mór életpályája és regényei is példaként szolgálhatnak nem csak az irodalom kedvelőknek, de az egész magyar nemzet számára. Bár az író születésnapja csak holnap lesz, a Magyar Szép Próza Napja alkalmából már február 12-e óta kulturális programokkal várja a Vörös Marti Társaság a fehérváriakat. Fontos, hogy a magyar nyelvű prózamondás eljusson az emberekhez, vallják. Ma egy különlegesen ünnepélyes rendezvény ez, amikor a Vörös Marti Társaság íróinak a műveit olvassuk föl. Mindenki a maga művét, próza, természetesen prózai művét, és én ezt úgy gondolom, hogy ez nem csak azt mondhatjuk, hogy ez egy ünnep, ez a mai nap számunkra ezzel, hanem azt is szeretném, hogyha ez egy ilyen vidám, baráti hangulatú összejövetel lenne. Nem csak Fehérváron, de az egész Kárpát-medencében irodalmi előadások, regény és novella bemutatók, irodalmi beszélgetések zajlanak, melyek mind a költészet és kultúra szeretetére, fontosságára hívják fel a figyelmet. 11 napig az anyaországban és a határon túli magyar területeken szimultán, azaz egy időben kerül sor ezekre a rendezvényekre, mintegy 70 településen, körülbelül 120 író részvételével és több mint 50 közművelődési intézményben, elsősorban könyvtárakban. A Vörös Marti Társaság még egy rendezvénnyel készül a Magyar Szép Próza Napja alkalmából, ahol egy határon túli vendéggel, Száraz Pállal beszélgetnek legújabb regénye és készülő novellás kötete kapcsán. Folytatottak a Magyar Szép Próza Napi rendezvény sorozat irodalmi találkozói a Vörös Marti Társaság Kossuth utcai termében. Bakony István irodalomtörténész vendége, Petőc András a kortárs magyar irodalom egyik legjelesebb képviselője volt. Az olvasók ezúttal a kiváló epikus, kivételes érzékenységről árulkodó trilógiájának harmadik részét ismerhették meg a bemutatón. A regény trilógia hátterében bizony a nagyon kemény 20. 21. századi valóságban, borzalmakkal, terrorizmussal, háborúkkal, szexrabszolgasággal, hogy még egy plusz fogalmat is mondjak a háttérben, és ezt a világot rendkívül szemléletesen, rendkívül érzékletesen ragadja meg Petőc András, aki, mint tudjuk, költő és prózaíró is. Azonban ez a regény trilógia, én azt gondolom, hogy ebben a témában mindenképpen ami nagy újdonságot jelent a magyar és európai prózában. Én úgy tudom, hogy ez a témához mai írók nem nyúltak hozzá előtte. Kellőképpen sötét világról szól, de talán azt tenném hozzá, hogy vannak ugye ilyen klasszikus mondataink, hogy növeli ki, elfödi a bajt, meg egyáltalán az is, hogyha valaki kimondja a kint, azzal egyben segít a feloldásban is. Azt hiszem, hogy ez az értelme tulajdonképpen az ilyenfajta műveknek. Hozzáteszem, hogy nagyon magas esztétikai színvonalon van megírva mind a három mű. Petőc András trilógiájának az első két, ugyancsak önálló könyvként is teljes értékűen olvasható része az Idegenek és a Másnap. Az Ájsa ugyanúgy, ahogy a trilógia korábbi részei, alapvetően vízió. Vízió egy lehetséges világról, ami nem létezik, vagy talán csak létezhet valahol. Amikor én ezeket az eseményeket leírtam, először az Idegeneket, és utána a Másnap című regényt, és utána a harmadiknak az Ajsát, akkor még csak nagyon kevés információ jött át, hogy mi is történik. És én csak logikusan próbáltam végig gondolni, hogy mi történhet mondjuk egy fiatal lányjal, vagy egy nővel adott esetben egy ilyen környezetben. És az volt a döbbenetes, hogy már elkészült a könyv, tehát már meg is jelent, és akkor olvastam utólag, hogy valóban ilyesmik megtörténtek nőkkel, fiatal lányokkal is ezekben a bizonyos terroristák által lakott területeken.
Tehát én azt mondom, hogy csak kitaláltam, mint egy elképzeltem, de kiderült, hogy a valóság nem áll messze attól, amit leírtam. Mint Orwell 1984 című műve, Petőz regénye is a képzelet világában játszódik. A trilógia maga egy lehetséges háború előzménye, folyamata és vége, benne ott van a terror, ami tudjuk, napjaink valósága. Ez a könyv a képzeletbeli háború végét, illetve a háború utáni egy hónapot jeleníti meg számunkra, egy olyan világot, amely reméljük nem létezik. Száraz Pál felvidéki magyar író a Sah drágakövei című novellás kötetének bemutatójával zárult Székesfehérváron a Magyar Szép Próza napi programsorozat. A nagyfődémesi írót Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke kérdezte új művéről. Abszolút felvidéki magyar ember, de mégis a történetei azok hol Isztambulban, hol Oroszországban, hol mondjuk Magyarországon, mindenütt másod játszódik a történet, ezért nagyon izgalmas, és olyan karaktereket állít elé, ami egészen megdöbbentő számunkra, és mégis ízig-vérig felvidéki magyar író. Száraz Pál a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tagja, írásai a felvidéki magyar emberek életéről szólnak. Novelláinak hősei ugyanakkor különböző nemzetiségű emberek szerte a világban, de az olvasó biztos lehet benne, hogy a történetek az otthoni, a felvidéki emberekről szólnak. Én szeretek utazni, járom a világot, és szóval valahogyan az a keleti rész jobban érdekel, mondhatom így, hogy a Orient rész, szóval a Perzsia, és ott érzem magam ott jó azon a vidéken, és azokon a vidékökül szóval ellesem azt, amit itt hiányolok. Szóval nem azt a ragyogást, ahogyan például bemennénk egy aranyműveshez, hogyan csillog a 24 karátos aranyjaik, nem az, de azt a embereket, egy más világ, és ez a más világot próbálom rövid novelláimba elhozni, úgy Szlovákiába, úgy magyar közönségnek. Az esten megjelent a Vörös Marti Társaság vendégeként Zirig Árpád is, aki szintén a felvidékről érkezett, s rendszeres résztvevője a határon túli magyar irodalom napjai rendezvénysorozatnak. Úgy nézett ki az egész, hogy a magyar irodalom túlságosan a költészet felé hajlott el, holott a próza és a vers valójában ikergyerekek. Tehát egyik a másik nélkül szinte nem is lehet, és nagyon sok olyan kitűnő írónk van, aki ugye verset is ír, prózát is ír, mind a kettőben otthon van, sőt a legnagyobb prózaírók, ha már a Jókai születésnapjáról beszélünk, ő is ugye versekkel kezdette a irodalmi tevékenységét, versekkel lépett be az irodalomba. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a Magyar Írószövetség nagyszerű kezdeményezése, hogy Jókai Mór születésnapja legyen a Magyar Szép Próza napja, amely nagyszerű propagandája volt a magyar literatúra népszerűsítésének. Lengyel-magyar irodalmi délutánt rendeztek a Városházán. Az ünnepségen megidézték az elmúlt időszak közös irodalmi találkozóit a két nemzet barátságának jegyében. A Magyar-Lengyel Barátság virtuális irodalmi hídjának építői a Székesfehérvár és Opole testvérvárosi kapcsolatának megerősítéseként rendezték meg azt az irodalmi délutánt, amelynek idén a Városháza díszterme adott otthont. Varga Tamás honvédelmi államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője megerősítette hazánk és Székesfehérvár elkötelezettségét. Régi és új barátokat is köszöntünk ezen a mai délutánon, valahogy felkészülvén a nem csak a békemenetre, hanem a Magyar-Lengyel Barátság napjára is. Azt a mottót olvastam a meghívón, hogy változtass meg a világot jó szövetségben. Ez egy jó szövetség. Hogyha csak 170 esztendőt ugrunk vissza, hiszen közeledik március 15-e a forradalom, és aztán a 48-49-es szabadságharc ünnepe és emlékezete,
és a 170 éve megszületett magyar honvédségre gondolunk, Bemapóra, a lengyelekre, és nem megyünk vissza sok-sok évszázadokon keresztül, akkor is sok-sok barátság szövődött ebben a 170 évben. Lengyelország 56-ban is kiállt Magyarország mellett, értünk álltak a határon, és ma is összeköt minket, nem csak a visegrádi négyekben a szövetségünk, ami egy jó szövetség, a négy ország és benne a Lengyelország és Magyarország szövetsége, hanem az Európai Unión belül is válnak vetve állunk a vártán, és védjük országainkat, védjük Magyarországot, védjük Lengyelországot, az európai kultúrát, a lengyel és a magyar kultúrát. Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke nyitó előadásában a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok tízesztendős történetét foglalta össze. Én azt hiszem, hogy az a virtuális híd, ami van a két város között, és mondhatni azt, hogy a két nemzet között, ez a híd most az elmúlt években két konkrét pillért kapott. Egyrészt a Katiny emlékkereszt a Jávorotó téren, másrészt pedig az 56-os emlékoszlop Opoléban. Csébi Géza műfordító polonista vár a határon Nedet címmel a Szepes vármegyebeli település várának történetét elevenítette fel. Egy olyan várról fogok én itt most előadást tartani, amelyik vár a magyar-lengyel határon volt található egykoron, egészen a 13.-14. századtól, egészen a trianoni szerencsétlenségig, és hát ennek a várnak rendkívül izgalmas magyar-lengyel története van. Konrád Szutárszky író bemutatta új kötetét, úgy fogalmazott, mindig különleges pillanat, ha Székesfehérvárra látogathat, mert a két nemzet összefonódása, a kulturális és emberi kapcsolatok évszázados egymást tisztelő és segítő ereje példa arra, hogy a felgyorsult világban is egymás támasza lehetsenek, jóban, rosszban. Éppen a mai napon kaptam meg egy legújabb könyvemet, Lengyelország történelme magyar vonatkozásokkal. Ugye egy csupa ünnep. A délutánon ismét bebizonyosodott, hogy az a történelmi távlat, amely összefűzi a két országot, az évszázados közös harc és öröm, a 21. század viharos közéletében is olyan hidat képez, ami ellenáll minden viharnak. A neve pedig barátság. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!